Megkaptam a felkérést erre az előadásra, és csak az volt a levélben, hogy Hida Dráván gondolatnak, Németh Lászlónak egy 1940-ben írott kis cikke szellemében. Már nagyon régen olvastam, nagy Németh László tisztelő voltam, de nem emlékeztem már rá. Elővettem, és újra elolvastam. Két gondolat van benne kifejtve, ami véletlenül éppen az én kutatásaimban is egybeesett. A kettő a következő. Az első, hogy mi, különösen aki iskolába jár, mindent tud az angol, francia, spanyol történelemből, 8. Henrikről, és a reformációról, és egyebekről, de semmit se tud a román történelemről, a szerb történelemről, a lengyel, a cseh történelemről, alig valamit. A másik, ami még közelebb van, de összefügg, az pedig az, hogy valami furcsa egyezés, és ugyanakkor mégis különbözőség is van a népeknek a történetében, mert ő így nevezi a Duna mentén körülöttünk lakó népeket, hogy tejtestvérek, akik közösen szoptuk a sors száraz emlőit. És nagy különbség van mégis történelmünk között. És itt hivatkozik arra, hogy a szerb az egyetlen olyan nemzet itt a körülöttünk, amely több mint 600 év történetét hézagosan, de nép énekekben, balladák, történeti balladákban tudja előadni. Elevenen tartani. Ezzel szemben a mi balladáink már nem történelmi témákról szólnak. A mi balladáink a szerelemről, az árvaságról, és ezekről a magánéleti problémákról, balladáinkban nincs már szó nemzetről. Hát, mivel néprajzot végeztem, és nagyon érdekelt a népköltészet, magam is gyűjtöttem balladákat is, egy kicsit vitáztam, vitázok ezzel a gondolattal. Lehet, hogy a gyűjteményekbe nem igen kerültek be, de vannak. Megölték a basapistát, fejedelem katonáját, útszélink holtan találták Lengyelországnak határán. Életemet föláldoztam, vezéri megoltalmaztam, hazám határin megálltam, gyilkosokkal megcsatáztam. Ez egy hőséneknek egy darabja, ami baladává vált. Csak egy-két sorát mondtam el, kicsit hosszabb, de vannak. A Kádár Istvánról, aki a szerbekkel szemben Nagyszebennél harcol, annak az énekében benne van, föláldozom életemet hazámért. De kétségtelen, kevés ez. És a történelmi tudatunkban ezek a énekek eltűntek. A szerbeknél még a 20. század elején összegyűltek és énekeltek. Egyszer voltam Albániában, 1959-ben, bejártam, nagyon sok albán tanult Magyarországon, és az albánok fölajánlották, hogy akit érdekel, szívesen fogadják viszonzásképpen. Hát ki akart Albániában lenni, a legszegényebb és legelmaradottabb ország. Egy néprajzos számára egy aranybánya, hiszen a középkor él még ott. Akkor egy bucsúba voltam hivatalos, akkor már Enver Hoxha volt a vezér, a templom ünnepe, ugye a bucsú, körülállták a templomot, katonák, senkit nem engedtek be. Egy házba azonban meghívtak minket, és én voltam a díszvendég.
megkérdezték, hogy látták, hogy idegen vagyok, és magyaráztam, hogy magyar. Ah, magyári, magyári, és teljesen megváltozott. Szinte testvérként megölelt és kísért. És utána a ebéden, ahol egy ilyen alacsony, arasznyi magas kör alakú asztal körülültünk párnákon, én kaptam a birka fejét szemestül. Utána kávét ittunk, és két fiatal ember elkezdett énekelni. Egymás szabába vágva ordítottak. Lehetett látni, hogy iszonyatos erőfeszítés, fölszorított hangon. Néha hallani ilyen rádióadást, véletlenül keresi az ember az állomást. Hosszan. És kérdeztem a mellettem, hogy miről énekel? Kiről? Hát a történelemről énekel. Skanderbégről. Meg más hősökről. Skanderbég Hunyadi Jánosnak volt kortársa, szövetségese. És amikor befejezték hosszú éneklésüket, az emberek fölugrottak, kiabáltak, énekeltek, utána énekeltek sorokat, és mellettem egy asszony ugyanazt kiáltotta többször is, és kérdezte, ez mit kiabál? Nem értettem még, kicsit tanultam albánul, de rettentő nehéz nyelv, és nem értettem. Hát azt kiáltja, hogy milyen áldottak azok az emlők, akik ilyen ajkat tudtak szoptatni. A bibliai idézet egyébként. Sokszor gondolok erre az estre. És mindig az jut eszembe, elnézést egyesektől. Mikor lesz nálunk egy olyan történelem óra, hogy a diákok fölugranak és éljenzik a tanárt? Mert mire való a történelem? Lelkesíteni. És kíméletlenül rámutatni a bűnökre. Hát akkor tanulunk belőle. Akkor leszünk méltóak az múlthoz, ha ilyen eszményképeket elénk rajzolnak, elénk énekelnek, nem csak az eszünket, hanem a szívünket is megfogja, akkor mi is talán így gondolkozunk a hazáról. Most erről a történelemről szeretnék beszélni. Erről a történelemről, ami nálunk egészen másképpen sikerült, ahogy a szomszédainknál. Németh László így fogalmaz, hogy valahol ott a kalugyerek, a pópák környékén voltak énekmondók, az miután az urakat elveszítették a török háborúkban, fölvállalták a nép énekeit, és azért van annyi történelmi ballada a szerbségnél, mert ezzel pótolták a történelmi tanítást, de úgy pótolták, hogy a nép hangján, a nép szemével nézve mondták el a történelmet. A tejtestvéreink és nálunk is a történelem során volt egy szűk felső réteg, ami alatt volt egy jogtalannak és néha idegennek is tekintett tömeg, a nép, és a kettő közt alig volt kapcsolat. Nyugaton osztályok vannak. És az osztályok egysége a nemzet. De külön úgy nép, aminek egész más a kultúrája, mint a vezető réteg, az nincs. Nyugaton van nemzet, mert az osztályok együttműködése a nemzet. Nálunk nincs nemzet. Nálunk van egy magát nemzetnek nevező szűk réteg, és van egy nagy tömeg, egy jogtalan tömeg. És ezek a gondolatok, anélkül, hogy a történeti bizonyítékokat mellé tenni, én most mellé teszem, beárnyékolja ez a kettősség az egész magyar történelmet, ez írta a magyar történelmet. Amikor a magyarság elfoglalja a Kárpát-medencét, rövid idő alatt, 3-4 évszázad alatt szinte megtízszereződik a lélekszáma. A 13. századra elérjük Franciaország és Anglia fejlettségét, népességszámban, gazdaságilag, kulturálisan, minden tekintetben. Mert itt, a Kárpát-medencében csodálatos természeti világ van. Úgy mondják a modern irodalomban, biodiverzitás.
életgazdagság. Sehol olyan gazdag növényzet egy erdőben, mint Magyarországon nincsen. Négyszer-ötször annyi fajta található egy magyar vegyes erdőben, mint egy észak-német fenyőerdőben. Egy mezőben megtalálhatók a keleti ázsiai steppéknek a virágai és növényei, és megtalálhatók az atlanti óceán környéki növények is. A Kárpát-medence a nyugati flórának, növényvilágnak a legkeleti előfordulása, és a keleti flórának a legnyugati előfordulása. Tehát biodiverzitásban gazdag, ezt külföldiek is megállapították. De ugyanakkor nagyon sérülékeny. Mert ugyanúgy, ahogy ilyen távoli növényvilágoknak a szélső egyedeit itt megtaláljuk, ugyanígy ez a terület hol egy kemény, száraz, szélsőséges, kontinentális klímaövezetbe tartozik. A következő esztendőben viszont erősebb az atlanti, csapadékos, kiegyensúlyozottabb hőmérsékletű időjárás. Hol van árvíz, és van ugyanabban az esztendőben egy másik esztendőben, ugyanabban az időben szárazság. Az árvízek megjönnek, de nem mindig ugyanabban a mértékben, és nem mindig ugyanabban az időben. Nem úgy, mint Egyiptomban, ahol a csillagászok pontosan megmondták, melyik órában fog megduzzadni a Nílus, és önti el a Nílusnak a völgyét. Nálunk ezt nem tudjuk. És mégis a magyarság valami fantasztikus együttélésben, ebben a biodiverzitásnak a kihasználásában olyan magas együttműködést fejlesztett ki a természettel, amit nem kutattunk eléggé, de az elszórt adatok, amik Magyarországon járt külföldiekről össze lehetett gyűjteni, arról beszélnek, Magyarország, hát az a Kánaán, az az Eldorádó maga. 1380-ban egy francia szerzetes azt írja, hogy a világon a legszebb, a legjobb, legízletesebb halak, a legtöbb hal Magyarországon van. Nincs is tengerünk. Mátyás király idejében azt írják a humanisták, hogy Magyarország, hát az egész világon tudják, Magyarország egy folyó áll, két rész vízből, egy rész halból. Ez nem a természet ajándéka egyszerűen, ez együttműködés ezzel a biodiverzitással. Ez volt az a téma, amit én több évtizeden keresztül kutatgattam, hogy milyen is volt az az ártéri gazdálkodás. Mert ez a víz kiáradt, és utána visszament a medrébe. És a kiáradás és a mederbe való visszahúzódás ritmusában itt egy csodálatos gazdálkodás alakult ki, ami sokkal többet termet az ember fogyasztására, sokkal értékesebbet, amit utána a vízrendezésekkel nyertek szántóföldben. Persze ezt visszautasítják sokan még, hogy az ártéri gazdálkodás az jövedelmezőbb és megértőbb volt, megérőbb volt az ittenieknek, mert hiszen a tankönyvekben még azt olvasom, hogy a folyamrendezések a 19. század elején az egy második honfoglalás, hiszen a termőföld az Alföldön majdnem egyharmadával megnőtt, ami azelőtt vízjárta ártér volt. Ez igaz. Csak senki sem kutatta azt, hogy eddig legalábbis nagyon kevesen most újabban kezdik, hogy mi volt azelőtt ott. Egy Henrik Ditz nevezetű bajor mezőgazda, aki a 19. század közepén jár Magyarországon, és az ő szeme előtt folyik az vízrendezés, amit most már Vásárhelyi vezet, és Széchenyi volt ugye ennek a nagy támogatója, következőt írja. A magyarok csak a víztől megmentett négyzet mérföldeket emlegetik. De nem mondják ki, nem beszélnek arról, hogy mit rontottak vele el. Hát én ezzel foglalkoztam. És ez kapcsolatban van a földkérdéssel. A földkérdés, amelyik, ha nem is 1000 éven keresztül, de 600 éven keresztül Magyarországot történelmét legjobban befolyásolta. Igaz, hogy előtte pozitív irányba, hiszen mondom, olyan együttműködés volt az ártérre használatában a természettel, aminek eredménye volt ez a halgazdagság,
mert a kiöntött, sekély vízben sokkal jobban tudnak szaporodni a halak. De az ember gondoskodott, hogy a kiáradt víz ne maradjon ki, ne, mocsárra ne változzon, ne dögöljenek bele a ivadékok és a halak. Gondoskodott a visszavezetéséről, óriási földmunkákról tanúskodnak, 12-13. Században fennmaradt oklevelek, csatornákat, fokokat ástak, és ezzel biztosították ezt a hallatlan nagy halbőséget. A hal pedig a legértékesebb fehérje az ember táplálkozására. És Magyarország erről volt híres. Ma Európában a legkevesebb halat Magyarországon fogyasztják. Az ártérben voltak a gyümölcsösök. Erről is legendákat mesélnek. A gyümölcs, megint nem kell magyarázni, vitamina tartalmal és egyéb tekintetében is egyik legfontosabb és legegészségesebb táplálék. Elvették, majd erről még szólok, mert hiszen ez nem csak az árteret érintette. Méhészkedtek benne. A Duna mentén, különösen az ártereteken rengeteg méhe volt, rengeteg méz volt, és a méz és a viasz fent, ma el sem tudjuk képzelni, milyen jelentőségű volt a régieknél. Hát nem volt még cukor, minden édesítés csak mézzel történhetett. Ugyanakkor a viasz az majdnem a pénz szerepét játszotta. A 18. század, vagy 19. század elején még egyházi iratokban látom, hogy az egyháznak is volt egy bizonyos bíráskodása, valaki rosszul viselkedett a templomba, vagy nem jött el a templomba, vagy rosszul élt a feleségével, és ez köztudomásra lett, akkor eklézsia megkövetésére ítélték, és hát a nyilvános bűnbocsánat kérés után bizonyos anyagiakat is követeltek tőle, viaszt. Egy-két font viasz. Katolikusoknál is a gyüdi templomban elzarándorlók, akik lábfájásért, szemfájásért, egyéb miért könyörög, vagy gyógyulásért könyörögnek, viaszból megcsinálták ezt, és az ajándékét odaadtak, amit a szerzetesek beolvasztottak, gyertya lett belőle. Pár évvel ezelőtt a gyüdi bucsún láttam egy cigányasszonyt, ki térden állva, karjában több hosszú gyertyát vitt, és valami fogadalma volt, valami bűnét vezekelte, térden állva ment körbe a templom körül. 60-as évek végén volt ez. Középkori szokás. És azzal, az az adomány, az a viasz volt. Úgyhogy a külföldről is jöttek Magyarországra viaszért, viasz pecsét, a viasz gyertyák, azok hallatlan értéket képviseltek. És ami a legfontosabb, hogy ez a népnek olyan egészséget adott, ezt korábban már olvastam történelmi összehasonlító munkákban, mikor a pestis és a kolera végigjárta Európát, legkevesebb pusztítást Magyarországon végezte. Ja, mert ritkán volt lakva. Dehogy volt ritkán lakva, majdnem sűrűbb volt, mint Franciaország már akkor. De egészségesebben táplálkoztak. De ezeket a tényeket a történészek rögzítették. És egyszer csak megakad valami. Megakad valami, és ez a virágzó, főleg a középső részen, az Alföldön virágzó emberi műveltség és gazdálkodás elpusztul. A pusztásodásnak nevezik ezt. Máig nem valljuk be, máig nem kutatjuk kellőképpen, és máig nem merjük bevallani a tankönyvekbe. Az Alföld elpusztul. Nem a török pusztította el, ahogy a szegfű állította. Már előtte elpusztul. Pusztásodásnak nevezzük azt, hogy a korábban kertekkel, gyümölcsös ligetekkel, szántóföldel, halastavakkal és sűrű falusi településekkel gazdag táj egyszer csak puszta legelővé válik. Kialakul a magyar puszta, ami ma olyan emblematikus figurája Magyarországnak, mint Norvégiának a fjord, vagy a bikaviad a spanyoloknak. Nem egyszer utaztam külföldiekkel, Magyarországra először jártak, utazok Győrből, Pest felé. Hát hol a puszta? Hát mondom, az el kell menni Hortobágyra, még talán látnak valami. Hát ők azért jönnek, hát Magyarország a puszta hazája. És ez a puszta, ez sűrű, apró falvakkal tele kultúrtáj volt a 13. századig. Ismerjük a falvak helyét. Debrecen 30 falu határára terjed ki. Kecskemét 16 faluból áll.
És ezek a területeken mind kicsi falvak, virágos kertek, mondom, halastavak, gyümölcsösök voltak. És aztán mi lett? Legelő lett. Miért? Mert volt egy kis szűk réteg, aki kisajátította ezt a földet, mert exportálni akarta a magyar szürke marhát, mert az a saját lábán el tudott menni az Atlanti óceánig. Egy esztendőben, későbbi időkben, amikor már a török időkben, mert ez tovább tart a török időkben is, egy vámnál följegyzik az átment állatmennyiséget. Hát van olyan vám, ahol csak a vám áthaló 40 ezer marha volt. Az angol történelemben tanultuk a úgynevezett bekerítést. Ugye az angol földesúr pénzhez akart jutni. A jobbágyaitól megkapta a jobbágy szolgáltatásokat. Tizedet a lencséből, a búzából, a malacból, az árpából. De hát ez nem lehet pénzé. Az egyik ilyen minőségi, olyan minőségi, innen ennyi. Egy pár kiló, onnan is egy pár kiló. Hogy lehet ebből meggazdagodni? Jobb, hogyha odaadom a juhászoknak, azok ott legeltetnek, és a gyapjút odaadják, az könnyen lehet tárolni, nagyon értékes, és elkergették a jobbágyokat. Ezt még tanultam történelemben, mikor középiskolás voltam. Nem ugyanezt történt itten? És ennek a feltétele mi volt? Az a úgynevezett feudális anarchia, amiről már írnak a történelmi könyvek, de nem érintik a következményeit. Akkor negyedik Béla hírét veszi, hogy közelednek a tatárok, körülhordoztatja a véres kardot, és egy Tamás nevű palatói esperes, aki akkor Magyarországon van, naplójába följegyzi, a magyar urak röhögnek, és azt mondják, hadd jöjjön a tatár, leckésztesse meg ezt a királyt, aki erőszakoskodik velük szembe. Tudjuk, meg akarta szüntetni azt, hogy egy-egy nagy urak, főleg második András idejében szabadul el a pokol, külön kiskirályokká lesznek, és egymás ellen hadat viselnek, épp a legelőkért. De hát ez nincs benne a történelemkönyvben már. A feudális anarchia benn van. Még az, hogy cserben hagyják negyedik Bélát. Behívják Frigyest, aki megöli a kunok vezérét, Götönyt, aki legnagyobb segítsége lett volna, és azok rabolva kivonulnak az országból. Ha csak azok ott lettek volna Muhinál, tönkrevertük volna a tatárokat. Ennyit tudunk csak. Oklevelek nincsenek arról. Egy-kettő nagyon késő időben, Mátyás idejéből, hogy megtiltja egy földesúr egy falunak, hogy fölszántsa a földjét, mert a legelő kell az ő marháinak. Tán két ilyen oklevél van. Többi vagy nincs, vagy elveszett. De tényleg az, hogy az ország közepe, ahol a legtöbb lakó volt, ahol a leggazdagabb lakó volt, ahol kitermelt, hogy így mondjam, azt a óriási demográfiai emelkedést, amivel pár évszázad alatt utolértük a vezető európai hatalmakat, erről nem beszélünk. És így válik pusztává ez a terület. És Kubinyi András nemrégen meghalt történész mutatja ki, hogy a kicsi falvak helyén létrejött mezővárosok életképtelenek. Életképtelenek, mert a város életképtelen. És hogyha nem jöttek volna távoli falvakból jobbágy gyerekek ebbe a városba, akkor már akkor kihaltak volna. És a Duna-Tisza közén lévő mezővárosok mind így maradtak fenn. És mikor a kunságot, ugye a Duna-Tisza közének nagy része a kiskunság, nagykunság, jászság területe, ezt Lipót király elajándékozta, illetve átadta a német lovagrendnek, akkor összeírják a falvak lakóit, vagy mezővárosok lakóit, ennek a határában ugye elpusztult falvak voltak. És van olyan, például falu, mint Kunszent Miklós, a lakosok 40%-a vallja magát baranyainak. Ormánságból települtek oda. Az ormánság egy ilyen terület maradt, ott nem volt ilyen nagy legelő átváltás, nem pusztították el a falvakat. Ott együtt élt a természettel az ember, és a legnagyobb paraszti műveltséget a 16-17. Században ormánság mutatta, pedig már akkor török megszállás alá került. A nagy reformátorok, írók, akik egy kapcsot jelentettek a nép és a
irodalom és a műveltség között itt működnek. Szkárosi, Sztárai, Szegedi Kis István, Decsi Csombor és így tovább. Ott tartják az első református zsinatot, Hercegszőlősön. Ez egy gazdag táj volt. És a nép fölöslege, mert a népnek a élet öröme, jóléte abban tükröződik, hogy az élet pártján áll vagy nem. Ha az élet pártján áll, akkor gyönyörűségét találja a gyermekekben. És ezek népesítik be, innen tovább menő fiatalok tartják fönn a Dunatisza közi magyarságot. És amikor 1767-ben ettől a sokoldalúan használt, nem csak földművelésre használt, az a legkevesebb volt ormánságban. Ezt a sokféleképpen használható árteret, a ártér, mint a legeltetésnek, téli legeltetések alapja, mint a halászatnak, a kertészkedésnek, a gyümölcstermelésnek egy óriási kincses bányája, ezt 1767-ben elveszik. Mária Terézia, a kegyes jobbágyvédő királyné olyan törvényt alkott, amivel legalizálja a földrablást. Néhány embernek, aki most már nem a 18. században nem a marhát akarja exportálni, mert most buzára van szükség, és neki föld kell. És a magyar törvények megtiltották, hogy a földet elvegyék a jobbágytól, a földes urak. Hát olyan területen kereskedhet, ahol, ami nincs felosztva jobbágy földre, tehát jobbágy telekre, hát az általában közös területek, az erdő meg az ártér. És akkor hozzak egy törvényt, hogy a megművelt föld mértékében lehet részesíteni a falvakat tovább a közösen használt erdőből is, és legelőből. Mondjuk van 10 telek egy faluba, akkor telkenként 2 hold erdő, az azt jelenti, hogy 20 hold erdeje lesz, az ártérből ugyanúgy. És ami a fölött van, az a király, az a földesúr kizárólagos tulajdona. És ezzel egyszerre ez az életgazdag tájban élő embert megfosztják a természettől. És akkor jön az egyke. Az az ormánság, amely benépesítette az alföldet, és ezt a magas kultúrát hozta létre, cáfolva egy kicsit, majd látjuk, hogy azért nem egészen, Németh Lászlót, hogy Magyarországon van egy szűk, egy hatalmon lévő réteg, és van egy jogtalan, lenézett nép. Itt volt egy lehetőség, egy felemelkedésre, egy népi műveltség fölemelésére, és így tovább. Ma az ormányság néhány öreg képviseli a régi magyarságot. És ilyen több is van, mert az 1767-es rendeletet nem csak itt hajtották végre, mindenhol az éhes földes uraknak kellett a föld. Somogyban az erdőket megszerzi és kiírtja. És az ellenálló parasztokat festetíts magyar földművelésnek első egyetemért, főiskoláját, ő alapítja meg. Akik a csurgói erdőből nem mentek ki, azokat kivégezte. Pallos joga volt, csurgó főterén leverte a fejüket. Nincs benne a történelemben, de hogyha egyszer csurgó monográfiáját olvassa az ember, vagy egy másik falunak a történetét, akkor az ott van. És ebből következik minden későbbi veszteségünk. Az életerejét törték meg a magyarságnak, amíg olyan rövid idő alatt benépesítette ezt a Kárpát-medencét. Ezért veszítünk aztán a törökkel szemben, és a többi egyenetlenkednek a nagyurak is, kétségtelen. De egy országot a nép népesíti be, és a nép tudja csak megvédeni. És amikor megkezdődik ez a földrablás, még mindig a népben van, nem úgy, mint a marxizmusban tanították, hogy a nemzeti érzés, a hazafiság az a polgári világnak a szülemény, a nép az ilyenben nem törődik. Amikor a török jön, meghódította Bizáncot, és jön Magyarország ellen, akkor az, aki a népből való és a népet ismeri, Hunyadi János tudja, hogy a magyar banderiális hadsereg, az egymással cívódó uraknak a hadsereg, a nemesek képtelenek megvédeni ezt az országot. Népfelkelőst hirdet. És a parasztok mennek. Tudják, hogy nem babra megy a játék. Még fegyverük sincs, kardja, ha van valakinek, botokkal mennek.
és megverik a világ legnagyobb hadseregét, második Mohamed hadseregét Nándorfehérvárnál. Ezért harangoznak. És a török mellett hadihajók is jönnek föl. Nagy lovasság van. Hunyadinak nincs, alig van egy-kettő. Francia és német tüzérség támogatja Mohamedet. És Mohamedet is megsebesítik. A nép hozta ki ezt a győzelmet. És amikor majdnem fél évszázaddal később ugyanolyan veszély van, akik emlékeznek erre a történelmi példára, újra ezt akarják, keresztes hadjáratot hirdetnek, és Bakócz nevezi ki az összegyűlt parasztok élére Dózsa Györgyöt. De utána az urak meggondolják a dolgot, mert jön az aratási idő. Meg hát mi lesz, ha a fegyver lesz a kezükben, elmúlt időben több olyan törvényt hoztak, ami nagyon megcsonkította a jogaikat. Nem engedik tovább a tőlük távozni a jobbágyokat, megszégyenítik őket. Korabeli följegyzései kiherélik őket, lerombolják a házukat. Nem gondoskodnak az ellátásáról, nem szervezik meg csapatokba, ahogy Hunyadi megszervezte. Zsoldot se fizetnek neki. És erre rákényszerülnek, hogy már megindulnak a török ellen, hogy a földes urak magtárait föltörjék, és ahol ellenállás van, összeütköznek. Ezek a körülmények, amik oda vezettek, hogy ebből egy parasztháború lett, ezeket mind elolvashatjuk a tízkötetes magyar történetben, amit 1896-ban a millenniumra adtak ki. De azóta nincs benne a történelemkönyvbe. És ugyanakkor, mikor megírták Szilágyiék, Fraknóiék azt a tízkötetes magyar nemzet történetét, a tankönyvekben, a 14. kiadású tankönyv került a kezembe. A iskolákban azt tanították, hogy a keresztes hadjárat hírére sok kalandvágyó paraszt összegyűlt Rákos mezején, megválasztották királyuknak Dózsa Györgyöt, és nekiestek a földes urak kastélyait és népeit írtani és pusztítani. Ez az első szinte ütős fölfedezésem, hogy a történelmet hamisítani is lehet. És nagyon fontos ott hamisítani, ahol ezt a viszonyt a nép és vezetőség kapcsolatát érinti. Hát rövid az idő, nem tudok többet felhozni, de több ilyen hamisítást találtam a tankönyvekben mind a mai napig. És mindig úgy, hogy a nép húzza a rövidebbet, nem adja meg azt a tiszteletet. Mert Verbőci szelleme, amit a jobbágy felkelés után törvénybe iktatnak, a honfoglaló magyarok utódai a magyar nemesek, a jobbágyok az itt talált, meghódított idegen népeknek az utódai, akit rabszolgaságba vetettek, majd Kálmán király idejében jobbágyá emeltek fel. Ez Verbőci tétele, és ezt tanították még a 19. században is. Találtam tankönyveket, folyóiratokban ezt emlegetik. És tudják, hány százalék volt magyar nemes? 3-4 százalék, és ez is sok nyugathoz képest. Ez azt jelenti, hogy a magyar népnek a 95%-át legalább kitagadták a magyar nemzetből. És ezt tanították. És ezért nem volt a 13.-14. századtól kezdve igazi magyar nemzet. Ezt siratja Németh László. Nincs nemzet, van egy szűk réteg, és van egy elnyomott, más kultúrában élő nép. És ez a nép, ez olyan kincseket őrzött meg, amit a 20. században Bartók Kodály fölfedez, ami nincs a többi nemzeteknél. Ott van nemzet, de nincs nép. És Kodállyal vallja Németh László, és az az ifjúság, aki akkor Németh Lászlón, Kodályon nevelkedett, akkor, mikor én is ifja voltam, hogy ez a népi műveltség kell alapja legyen egy nemzeti műveltségnek, és akkor megvalósul az, hogy a magyar nemzet végre nemzet lesz, és nem két egymással szemben élő réteg. És ez akadályozta meg, hogy a magyar parasztság polgárosodva nemzetté váljon. Megakadályozták a földreformokat.
67 pontosan az ellenkezője volt. 1848-ban csak a birtokos, tehát földtelekkel, jobbágytelekkel rendelkezők kaptak szabad birtokot, de azok, akiket 1761-ben kisemiztek, mert nem csak a földből lehetett élni, a közös területekből is lehetett élni. A halászatból, a gyümölcstermelésből, a legeltetésből, a méhészkedésből. Ezek földönfutóvá lettek. Ez a 3 millió koldus országa. És ez nem kapott kielégítést 1848-ban. Táncsics, Petőfi és többiek hiába harcoltak. Az megmaradt, és az kivándorolt, vagy elpusztult. Még szerencse ebben a tekintetben, hogy a vízrendezésekkor ezek lettek a kubikusok is, legalább valami betevő falatjuk volt. És visszatérve, a vízrendezések mögött is ez a szűk rétegnek a hatalom és pénzéhsége áll, mert ezen a sokoldalúan használható ártérből, legutóbb, hadd említsem meg, egy szarvasi egyetemi tanár, Olá János mutatja ki, hogy az árterületnek egy hektárján, attól függ, hogy mire használom, 4-5-szörös vagy 10-szeresét lehet annak jövedelmet behozni, amit ahhoz megvédem az ártértől, és abba buzát vetek. Számszerűen kimutatja. A legnagyobb jövedelem, hogy például a dióst telepít oda. Csak egy kicsit hosszabb ideig kell várni, míg az beérik. De utána 10-szeres érték az, amit a dióban lehet összeszedni, mint amit az a buza terem. És mit történt azóta is? Lerövidítették, gátakkal bevették körül a folyót. 1800-as évek előtt is volt már egy árvízrendezés, ami teljesen megbukott. Maradványait én is végigjártam a Gemenci erdőben. Akkor pontosan csak a folyók szélére emeltek gátakat, és az első árvíz elvitte azokat. És akkor már az ottani nép megfogalmazta, és megtaláltam ezeket a leveleket a szekszári levéltárban. Ne csináljatok gátakat. Ha gátakat megépítitek, azzal nem lehet az árvizet elhárítani, de megépül az a gát, akkor az meg fogja akadályozni a kiáradt víz, a halakkal együtt vissza tudjon menni, és ott döglettessé válik, ha rajtunk pusztul mindez. És pontosan bekövetkezett. És akkor 40 év múlva később, tehát a 19. század elején készül egy olyan vízrendezés, ami már hullámteret ad, tehát másképpen már számítanak arra, hogy mekkora víz jön le, de a lényeg marad, szántóföldet akarnak azon a területen, ami ártér volt. És ahogy láttuk, egyre drágább lesz. Mert a hullámtér minden áradás után föltöltődik. Egyre magasabbra kell építeni a gátakat. Ma, ha árvíz jön le a Tiszán, akkor a környező belvizeket és a befolyó kis fatakokat már csak mesterséges pumpával lehet vizét beemelni, mert hiszen a Tiszának a szintje 5-6 méterrel magasabban van, mint a környező terület. Ha ezt mind rátárrelnénk a megvédett területre, akkor nem csak, hogy kevesebb jövedelmet hozna, mint az ártér, hanem tiszta ráfizetés lenne. De ezt nem a megmentett területnek a gazdája fizeti, hanem az egész magyar társadalom. És ez milliárdokat jelent évente. De mi a lényeg? Az, hogy megfosztották a földtől ezt a népet, nem hajtottak végre földreformot, kialakult Európa legtorzabb birtokszerkezete, amit 45-ben osztottak csak föl. És végig a magyar értelmiség java mindig küzdött egy igazságosabb földelosztásért. Réru Novárót nem engedték kihirdetni. Az első tüntetések egy igazságos földbirtokpolitika és szociális segítségért még templomi zászlók alatt indultak a 19. század elején, de miután Andrássy belügyminiszter közéjük lövet, mi marad hátra? A katolikus népszövetség elhatárolja magát a földbirtokreformtól. Isten adománya a nagybirtok, többi egyház sem áll ki egységesen. Akkor mi marad a földért harcoló és a földet kereső milliók előtt? Két párt. Az egyik a nemzeti szocialista, a másik a kommunista szocialista. Ezek hirdettek földosztást. Nem a magyar elvtelenség, hogy az egyikben kereste, utána a másikban kereste a boldogulást, hanem ez a földészség. Ez az igazságtalanság. Az ember mélyén, minden emberben benne él az az igazságérzet, hogy
hogy hát milyen jogon lehet az ez az óriási terület egyemberi. A Jóisten mindenkinek teremtette ezt a földet. És a föld használatától megfosztott ember, az új ökológiai szakirodalom biofíliának nevezi ezt, azt mondja, akit elszakítanak a földtől, az a társadalom veszélybe kerül. Hosszú előadásokat is olvastok, van egy Kovász nevezetű folyóirat, amelyik az alternatív közgazdaságról szól, Kindler József alakította, akit nem régen halt meg, és abban kimondják azt, hogy igazságos földelosztás, szociális igaz, elosztás a föld legjobb védelme. Mert a gyarmatokon is ez történt. A gyarmatok őserdeiben több ember élt meg, mint most, mikor azt kiirtották, és gyapotot, és szóját termelnek rajta. Igaz, annak jobban megéri, aki a szója ültetvény ura több ezer hektáron. Mint ahogy most is. Egy nagy birtokon hiába építenek hatalmas nagy istálókat. Az egy területre vetítve a családi gazdaság négyszer annyi embert lát el, mint a nagy birtok. Nem történt meg a nép rehabilitálása. Nem leszünk nemzet, ha nem tudjuk visszaállítani a családi gazdaságot, mert nem lesz gyermek. Gyermek sem lesz. És a föld is elpusztul, hiszen egybeszántják a dűlőket, az eróziónak nyitat utat, a maga a biodiverzitás, az élet sokszínűsége eltűnik, növényfajták, állatok tűnnek el nap mint nap Magyarországon is, és a mély gépekkel, mélyen szántó gépekkel megművelt területnek a humusza bele sodródik a utakba, úgy kell gépekkel eltakarítani. A Tiszán évenként több ezer tonna műtrágyának megfelelő humusz megy a Fekete-tengerbe, ami régen szétterült és megtermékenyítette ezt a alapjába véve homokos és középső részében éppen nem a legtermékenyebb területet. Most ott van már a szík, ott vannak az elmélyült kutak, amiben már nincs víz, és mégis minden esztendőben védeni kell gátakkal, nehogy elöntse a víz. Teljes zsákutcában vagyunk. Miért? A kapzsiság miatt. 2-3 ember, vagy 2-3 százaléka a nemzetnek kisajátítja a forrásokat, hivatkozva a modern közgazdaságra, a profit termelésre. Hát vagy profitot, vagy életet terem a föld. Erről szól a Hidadráván. Nem tudtuk megteremteni a nemzetet, ahol egy nemzetben gondolkodik a gazdag, a fölül lévő, a nemes, és a pór, a jobbágy. Nem késő, meg kell még csinálni. Még meg lehet csinálni, hogy minden a mi kezünkben van. A nagybirtok Trianonnak is az oka. Trianon után azonnal feloltották a nagybirtokot. És a Bácskában, ahol magyar többség volt, betelepítették a dobrójátszokat. Azok a szerbiai hősök, akik az első világháborúban Magyarország, illetve az osztrák monarchia ellen küzdöttek. És egyszerre megváltozott az etnikai kép. Ma Magyarság Bácskában 10-15%. És a 20 évek előtt többségben voltunk. Goga Oktavián, a híres román költő, Adinak kortársa, vallja be, hogy a földreform Erdélyben az annak az eszköz, hogy visszarománosítsuk Erdélyt. A fölosztott nagybirtokra románokat telepítettek. Ugyanezt történt Szlovákiában is. Ráadásul a két háború között is a nagybirtok egy holdja után fele annyi bért, illetve adót fizetett, mint egy 2-3 holdas kisbirtokos. És amikor felosztották a Bácskában a nagybirtokot, továbbra is az erőző adókulcs szerint adóztak a dobrovajácok, akik ide települtek, a magyar kisgazdák azok dupláját fizették. Ezért vándoroltak ki, Szlovákiához került Felvidéken is, Erdélyből is, és Bácskából is elsősorban a magyarok. És azt, amit annak idején megcsináltak Mária Terézia idejében, ezt megcsinálták 1871-ben a havasokban.
Az is közös terület volt, és sok kis székelynek alig volt lent földje, de havasokon tehenet tartott, disznót tartott, erdőt használta. Most ugyanúgy, akinek nagy földje volt, az nagy darabot kapott a havasból, akinek kicsi, az semmit. És a kimérés költségét ráterhelték a székelyekre. 1904-ből kelt könyv került a kezembe, Simon Péter írja, arányosítás, ez volt a neve, magyarul privatizáció. És leírja, hogy néhány nagybirtokos kezébe kerültek a közös havasok, és a székelyek tömegesen vándorolnak ki. Megint, mert korábban is vándoroltak ki, megint csak a kabzsi nagyurak miatt. Mert Erdélyben nem volt érvényes az, ami Magyarországon, Mária Teréza idejében, hogy nem vehette el a földes úr a jobbágy földet. Erdélyben nem volt érvényes, ugye nem tartozott akkor a magyar koronához. És ahogy 1768-ból egy levél a bécsi Staatsarchívba Berlász Jenő tárta föl ezt, azt írja, hogy német nyelvű fölirat, hogy a kormány, katonai kormányzat állítsa le a magyar földes urakat, mert Erdély el fog pusztulni. A magyar földes urak elkergetik a székely és magyar jobbágyaikat, és helyükre románokat telepítenek. Van olyan falu, ahol 30-40 évvel ezelőtt még egy román se lakott, most már román többség van. 1768. Máig nem hozták nyilvánosságra az egész levelet. Berlász Jenő említi az ő tanulmányaiban, amit annak idején 1940-es években adott ki, és azóta összegyűjtve újra kiadták, de nem került be a tankönyvekbe. Akkor 1904-ben 250 ezerre teszik a Erdélyből a 19. század végén az arányosítás során kivándoroltakat. Ebben nincsenek benne azok, akiket 1768-ban kergettek ki. Románság, akár Moldva, akár Havasalföld, ha megvizsgálnánk őket, 50%-ban magyar származású. Innen mentek ki, innen kergették ki őket. Tanítják ezt a történelembe? Ezek tények, nem én találtam ki, csak kezdtem utána nézni. Megnéztem például ezt az arányosítást, hogyan írják meg, 1936-ban jelent meg Asztalos Miklósnak a Történeti Erdély, gyönyörű könyv. Egy szó sincs benne. Annyit ír, hogy a jobbágy felszabadítás után a nagybirtokot felosztották, de mivel a székelyek nem voltak jobbágyok, ez sem egészen így van, mert voltak közte jobbágyok is, ez az óriási terület 80%-ban román kézre került. Itt valami hiányzik, itt valamit megírtak, amit kitöröltek, és így értelmetlen és butaság, amit olvasunk. De ott van, szó szerint leírtam. Vagyis mást mutattak a könyvekben a népnek, mint az igazság, ami volt. És mindig ennek a szűk vezető rétegnek az érdekében. És azért kell tanulnunk a történelemből, mert ahogy egy urbanisztikai konferencián kijelentették, Európa lakossága 1800-as években 30%-ban lakott csak városokban. Európa lakossága meredeken emelkedett. Ma Európa lakosságának vannak 60-80%-a városlakó, Európa lakossága vészesen romlik, fogy. Az internetről olvasom, hogy megjósolták, hogy Hollandia 2070-re vagy 60-ra iszlám köztársaság lesz. De Oroszország is, és Belgium is, és Németország is. És akkor mi, akik még rosszabbul állunk, és azon felül még innen is kivándorulunk, mert ott jobb élet van, biztonságosabb. Hát hol van a népnek ez a hazaszeretete, ami Nándorfehérvárt megmentette, amiről olyan gyönyörű okleveleket lehet még találni a szekszári levéltárban, hogy harcoltak. Mert a német és idegen zsoldosok a úgynevezett felszabadító háborúk során nagyobb pusztítást csináltak a szerbekkel együtt Magyarországon, mint a török 150 év alatt. Itt Baranyában, ahol német falu van, az mind szerb falu volt.
mert ide telepítették őket, és nem fizettek adót a töröknek, ha Magyarországra telepedtek. És azért tűntek el, mert utána átálltak a Habsburg oldalra, Csernovics Arzén megtárgyalta Lipóttal, hogy keljenek föl a török ellen, és akkor megsegíti őket. Ha véletlenül nem sikerül a felkelés, Magyarországot nektek adom. És legalább együtt harcolunk, szó szerint idézem a fönnmaradt levéltárul egyességbe, együtt harcolunk a magyarok ellen. És a szervek átálltak. De nem számoltak azzal, hogy nekiestek itt a magyar falvaknak. Ezt egy német írja le, aki lázítja a szerveket a magyarok ellen, de mivel valami lelkismerete után emlékiratot írt, és ezt kiadta Várkonyi Ágnes Rákóczi tükör címen. Tessék elolvasni. Kollereknek hívják, és az leírja, hogy hogyan pusztítják el itt a magyar falvakat. És a legnagyobb zsákmány a magyar gyerek, és viszik át az Eszéki hídon, ahová ő lemegy, hallja ennek a hírét, és még 250 gyereket elvesz az Eszéki hídon a kurucok elől menekülő szerbektől. Többet nem tudtam elvenni, mert a visszatérő szerbek más útokat kerestek, mert megtudták, hogy ott én elveszem a gyerekeket és a templomi felszereléseket, a harangokat és kelyheket és egyebet. Benn van a történelemben? Ott van, olvasható, kérem, Várkonyi Ágnes, Rákóczi tükör. Hogy tanuljunk a történelemből, hogyha az igazságot nem tudjuk megismerni? Ha nincsenek énekmondóink, akik lelkesítenek, és nem tudjuk meg az igazságot, akkor el fogunk pusztulni. De óriási, lelkesítő történelmünk van ott lenn. Csodálatos oklevelek szólnak ezekről. És az ártéri gazdálkodás Európának mintája lehetne. De rajtunk múlik, nekünk el kell felejteni azt, hogy itt két nép van. Nekünk azoknak is aggódnunk kell a földért, akiknek nincs földje. Ha nem tudunk nemzetbe gondolkodni, magára hagyjuk a többséget, ahogy most pusztulnak a falvak és kivándorolnak, akkor a történelem felelőssége a mi lelkünkön van. Köszönöm szépen!